Szevasztok srácok, ez itt újra az Építs Fel, és igen, ahogy láttátok a thumbnailen is, elérte a csatorna az 1000. feltöltés, vagyis hát igazából néhány nappal ezelőtt érte el ezt a bizonyos számot, de arra gondoltam, hogy ennek alkalmából készítek számotokra egy ilyen kis reakcióvideót, és ebben az esetben most saját magamra reagálok, a legelső videót nézzük meg így közösen, hogy vajon akkor hogyan nézett ki a csatorna, ugye akkor még sokan nem is tudjátok, hogy nem is Építs Fel volt a csatorna neve, hanem először Legó Zoltánként indult a csatorna, csak miután ugye a Legó nagykövetségre jelentkeztem, ott azért néhányan mondták, hogy nem biztos, hogy célszerű lenne ezt a nevet továbbvinni, hiszen a Legó név nem lehetett volna benne a csatorna nevében, és akkor változott meg. Tök mindegy, ez most nem is ide tartozik. A lényeg, hogy arra gondoltam, hogy a mai epizódban megnézzük, hogy hogyan is indult ez a csatorna, ugorjunk vissza 4 évet az időben. Na szóval, ahogy itt látjátok mellettem, föl is néztem a csatornál, a jelen pillanatban a felvétel időpontjában 57.900 feliratkozó van, és itt mutatja, hogy 1000 darab videó töltődött fel, és már itt rájössz mentem a legöregebb tartalmaimra, és itt láthatjátok, hogy az első bemutatón valaha LEGO 10268 Vestas Wind Turbine bemutató, ez volt a legelső készlet, emlékszem is rá, amikor megvásároltam ezt a szettet, akkor hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem volt szándékom, hogy ebben egy csatornát, hogy ezzel egy csatornát indítsak el, de nem ezek voltak a legelső készletek, amit megvásároltam, hanem itt azt hiszem a következő bemutatóban talán ott mutattam azokat a Harry Potteres készleteket, van egy ilyen unboxing adás, talán azokat hamarabb szereztem be, mint magát ezt a készletet, sőt igazából az első 3 videó már elkészült bőven így a csatorna indulása előtt, várjátok, azt hiszem itt le is van írva, hogy mikor indult a csatorna pontosan, 2019. március 5-én, szóval ez a március 5-i indulásra már bőven kész volt ez a 3 epizód. Csak, hát akkor nem mertem még őket föltölteni, szerintem olyan január-február környékén ezek már bőven készek voltak, itt a családban egy-két embernek mutogattam, és hát az ő biztatásukra indult el lényegében ez a csatorna, és az is szépen látszik, hogy 17.417.908 megtekintés történt ez alatt a 4 év alatt, úgyhogy hát egészen durva számokat produkáltatok. Egyébként meg tudjuk nézni azt, hogy mi a legpopulárisabb feltöltések, és ez még mindig a csillagromboló a legtöbbet megtekintett tartalom, 223.000-rel. Aztán itt van a Lamborghini és a Titanic szépen követi ezt a számot, de ahogy az előbb is mondtam nektek, ez a bemutató egy reakció videó lesz, hogy vajon milyen is volt a legelső videóm, hogyha esetleg még nem láttátok, akkor legalább ti is így meg tudjátok nézni, meg hát mondom, kb. 4 éven is láttam ezt a videót, úgyhogy ugorjunk is bele. De előtte reklámokat nézünk. Várjatok. Elnyomjuk. Ó, igen. Igen, itt láttátok, hogy itt még a Legó Zoltános logó volt. Ezt is azt hiszem, már a 3 videó bőven készen volt, utána csináltam meg ezt a főcímet is hozzá, amit azt hiszem valami, letöltöttem valami kis alapot, csak beírtam a nevemet, igazából ennyi volt a változtatás annak a thumbnailnek, vagy template, ezt a szót keresem, a templétnek igazából annyi volt a változtatás. Szóval srácok, ez lesz az első LEGO set, amit össze fogok itt rakni nektek, ez pedig a LEGO... Hát itt ezen azért már látszik, hogy mennyire be voltam fosva ettől az egész kamara előtti beszédtől. Nekem ugye az alapstílusom ez a, hát kicsit visszahúzódó extrovertált gyerek, abszolút nem vagyok ez a tömegközéppontjában szereplő ember, ami még igazából most is megvan, csak most már azért sokkal komfortosabban érzem magam így a kamera előtt, meg azért érzem, hogy egy kicsit azért valamilyen szinten szaturálni kell magam, mert hogyha mindig így viselkednék, hogy a valóságban most így képzeljétek el, hogy én vágom a videókat, hát csöndbe ülök és nyomogatom az egeret. Hogyha a videók is ilyen zaklatottak, vagy ilyen lassúak lennének, akkor hát igazából szerintem sok ember nem nézni, úgyhogy ezért kell egy kicsit túlszaturálni ezeket a mondandóimat, ezért is gesztikulálok így, mondjuk ez alapjáraton is megvan, itt azért még jobban kijönnek. Lényeg, hogy ebben a videóban még nagyon látszódik az, hogy hát be voltam eléggé tolva. Sőt, egy kis fun fact, ebben az időszakban még egy teljesen másik kamera volt, azt hiszem az első 10-20 adást egy tök más kamerával vettem fel, egynél sokkal jobb kamerával, csak sajnos az, hát még akkori barátnőm, most már feleségem megsemmisítette, belejtette az óceánba egy ilyen 4-5000 dollár értékű cuccot. Az egy kicsit fájó pont volt, de nézzük. Peter Export setje, ami a 10268-as szélturbina lesz. 826. De azért az már ott az elején eléggé kikristályosodott, hogy milyen alapokra akarom tenni ezt a csatornát, és már ott is látható, hogy gyakorlatilag a menet pontosan ugyanaz, mint most. Nyilván nem annyira
szépen felvéve, meg nem annyira összeszedetten, de lényegében itt is először elkezdem bemutatni nektek a dobozát, ami mostanában is pontosan így van. Lehet, hogy ez másokatok számára unalmas lett, de én szeretem mindig így sorrendben bemutatni a dolgokat. Nekem ez fontos, én szeretem, hogyha ha megnézzük a dobozt előtte, nekem tetszenek kifejezetten a dobozok, azért is utálom mostanában a 18 pluszos dobozokat, hogy azokon nincs mit nézni, meg nézzétek meg ezt a szélturbinás készletet. Jó, darab, nagyon szép. Elemmel működő 6 darab duplás elem kell hozzá, ami nem kevés, viszont jól fog kinézni, amikor majd látjuk forogni a turbinapátokat. Szóval ebben a szedben a LEGO először alkalmazott növényekből készült elemeket. Úgy, ez volt az az első készlet, amiben ez megmutatkozott. Mert ez a Vestas szélturbina, ne tévessze meg titeket, ennek már volt egy első kiadása, ez már a második kiadás ennek a készletnek, egy nagyon picit alakítottak át, és úgy adták ki ezt a készletet, de a régebbi verzióban természetesen még nem voltak benne ezek a növényekből készített alkatrészek, sőt azóta már ezeket a növényi alkatrészeket, mármint a cukornádból készült alkatrészeket tovább is fejlesztették, és minden olyan készletben, ahol ilyen kis növényi alkatrészeket láttok, azok nagy valószínűséggel mind cukornád alapanyagból készülnek, úgyhogy érdekes, hogy ezek a kis fenyőfák bizony növényekből készültek, nem a szokásos műanyag. Ó, és hát ezt el is felejtettem, itt még létezett a Creator Expert, mint márka. Nekem valamiért sokkal jobban tetszett ez a Creator Expert név, mint ez az Icons. Az Iconszal sincs semmi baj, azon kívül, hogy feketék a dobozok, de valamiért nekem, hogy a LEGO-ra gondolok, így egyből a Creator Expertes termékcsalád jut eszembe, hogy az a kedvenc termékcsalád. Ezáltal újrahasznosító teljesen 100%-ban, amit támogat. De igazából, hogyha megnézitek, bocsássátok meg, hogy állandóan megállítom, de hát igazából ez egy reakció videó, úgyhogy reagálok arra, hogy mi történik itt. Nézzétek meg, a háttér még egyáltalán nem így nézett ki, ugye most már itt vannak ezek a díszek, de ott akkor még abban a pillanatban semmi nem volt kiállítva, de egyébként az ágy meg minden, ugye az még az asztal is ugyanaz, bár azóta már ezt le kellene már igencsak cserélni az asztalnak az asztal lapját, vagy legalább megfordítanom, mert hát itt van rajta egy igen nagy horpadás, hát a Dark Souls-oztam jó pár évvel ezelőtt, és úgy érzem valami nem sikerült, és itt eléggé behorpadt az asztal, na de láthatjátok még az ágy is ugyanaz, a párnák is ugyanazok, még ez a lepedő is rajta, pontosan ugyanaz, ott a lámpa, csak hát a kamerának a színsémája más, szerintem sokkal szebb színe van, meg sokkal jobb, hú, azon olyan jó lencse volt, srácok, hogy most lenne meg az a lencsém, nagyon bántam azt a lencsét. Egyéb érdekesség, hogy az milyen vágás volt, hát remélem azért nem csak az előadás stílusom, hanem az a vágás módja is azért látszódik, hogy valamilyen szinten fejlődött, mert hát ja, ez a legelső videóm. Valaki ennél sokkal bénábbat csinál. Szerintem ez annyira nem gáz. Nyilván sokkal gázabb, mint amit most készítek, de ahhoz képest azért így legalábbis magamat kell visszanézni, szerintem azért nem. Itt a kisházban ezek a kockák itt világítanak, ugyanúgy, ahogy forog az egész, tehát ugyanaz a rendszer világíteti a világítást, mint a lapátok mozgását. És nézzétek meg a dobozt, ott még Power Function van fölírva, ott még nem létezett a Powered Up funkció, mint olyan, akkor még ezt nem mutatták be, hanem akkor még ez a régi Power Functions volt benne, még más is volt. A motor is, más is volt, az elemtartó is. Érdekes látni a régi szettet. Ja, szerintem tök jó szett lesz. Elsőnek szerintem teljesen izgalmas. Ja, az. Azt azért tudni érdemes, hogy az elmúlt 20 évben nem igazán legóztam, tehát én is eléggé kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz ez a szett. Úgy tényleg? Hát én eleve úgy ugrottam bele ebbe a legózós témakörbe, hogy tényleg 20 évvel előtte legóztam kb. Utoljára, hát olyan 6-os vagy 7-es koromban adtam el kilóra egy ilyen nagy teljes ládányi legómat, ami volt kölyök koromban, és hát azután én egyáltalán nem legóztam. Ezelőtt építettünk össze, ugye akkor még csak barátnőmmel építettünk össze egy Harry Potteres kis brickheadzet, de ezen kívül semmi. Sőt, azt hiszem az a brickheadz ott látszódik is a háttérben, nézzétek meg. Itt egy ilyen Becker, ott van Harrynek a feje és a Hedwig bagonynak a feje is ott fehérlik, úgyhogy az volt a legelső készlet, hogy 20 év után, amit így összeépítettem. Érdekes látni. Főleg így ennyi szett után már, ami így benne van 1000 videó. Sok hozzá. Kezemben is a csatornában. Reklám. Okay. Fókuszt odaállítjuk. Nem kicsi. Fú, viszont látjátok, mennyivel jobb a mélységélessége is ennek a lencsének. Na jó, ezt abba hagyom. Itt vannak az elemek. Mennyi elemet tartalmaz. Jó néz ki. Hú, meg ezt a zenét halljátok, ezt a zenét nagyon sokáig használtam. Még mostanában is elő szoktam egyszer-kétszer venni ezt a aláfestő zenét, egy picit hangos szerintem.
Két figura van hozzá. Három figura van hozzá, meg egy kutya. Kutya? Nézzük. Na nézz. Ha bontsad már. Állandóan azt néztem, hogy ne csináljak valamit rosszul, és emlékszem rá, hogy itt nagyon izgultam, hogy ezt csak egyszer vághatom fel, ezt egyszer vehetem fel, nem tudok, nem lehet hibázni benne, úgyhogy nagyon izgultam, hogy normálisan látszódjon, hogy fölvágom a dobozt, úgyhogy... ja, furcsa volt az első adás. Oké, megint megnéztem, hogy jó vágok-e. Tehát... Hát a folyása az nagyon lassú, most ez már... Színné vágnám, hogy ne ilyen lassú, ilyen bontatott legyen, hanem pak-pak-pak, haladjunk azzal a kibontással. És akkor még nem is voltak számozott zacskók. Nézzétek már! Oké, szóval ez a kis könyvecske jár hozzá. Használati útmutató, nem a legvastagabb. Azért azóta már mennyit fejlődött a Lego, hogy már ezek az összerakási útmutatók sem ebben a cellofán anyagban érkeznek, hanem már az is kartondobozban van, meg most már ideje lenne lecserélni az összes zacskót papír alapúra, de tök érdekes, hogy ezekben a, vagy ebben a készletben még be se voltak számozva. Tehát ez annyira régi ez az adás, hogy nyilván már akkor is számoztak be készleteket, vagy legalábbis alkatrész szám, ugye, na mit akarok mondani, hogy a zacskók be voltak számozva, viszont ebben a készletben valamiért. Ez még nem mutatkozott meg. De legalább nem. Mostanában ezt el se tudnám képzelni. Nektek el se tudjátok képzelni, hogy ez nekem mekkora hatalmas nagy segítség. Nyilván, hogyha ti otthon magatoknak legóztok, akkor tök mindegy. Hát most kiborítjátok egybe, az a legizgalmasabb része, hogy ki lehet válogatni az alkatrészeket. De amikor heti szinten 4-5 hatást akartok elkészíteni, akkor igazán nagyon fontos, hogy nyerek vele értékes perceket, értékes órákat az összeszerelésnél, úgyhogy tényleg ez nekem nagyon fontos. Ezért is nagyon ritkán szoktam, hát szinte soha bemutatni használt készletet, mert egyszerűen nincs ennyit videó mellett, egyszerűen nincs időm arra, hogy még extrába válogassam a Lego alkatrészeket. Kellene egy emberke mellém, aki mindig a kezembe adja, az lenne a legtökéletesebb. Tart majd 8 óra hosszán keresztül az összerakás. Oké, csak 6 darab. Majd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 zacskó. Jól néz ki. Megnézte a baseplate-et és tetszik neki. Ja, külön érdekesség, hogy ez a Vesta szél turbina, és hát maga a Vesta gyár 79 országban van jelen a világ. Ez, látjátok, már akkor is fontos volt számomra, hogy mindig megpróbálják némi értéket is átadni egy bemutatóban. Nyilván egy Ninjago-s készletnél olyan sok minden érdekességet nem lehet elmondani a Ninjago-val kapcsolatban, legalábbis így, ami megpróbálja egy kicsit edukálni a hallgatókat, de például ennél a készletnél is ugye már nagyon figyeltem arra, hogy megpróbálják minél több információt átadni magával a Vestas gyárral kapcsolatban, magával a szélturbinákkal kapcsolatban, és ez szerintem mostanában is így van. Az elején is megpróbálok extra információkat elmondani, az építés után is, de főleg, hogy most már bejött az építésbe az a tudta, de rész, az kifejezetten arra van, hogy extra infókat és extra meglepetéseket osszak el, vagy osszak meg veletek, remélem azért tetszik. Nekem ez fontos, hogy legyen benne egy kis tanulás is. Én ilyen vagyok, én szeretem játszva tanulni. És már 1898 óta működnek. Na, értik a dolgokat, úgy érzem. Dán a cég, nyilván ezért is van ez a együttműködés a Legóval, mivel mind a ketten dánok. Fura unottan vágy. Ez számotokra úgy jöhet le, mintha ilyen furra unottan venném fel, de ez nem unott, hanem ez a beszart fejem. Tehát így nem unottan veszem fel, hanem eléggé izgulok és próbálom palástolni, és ez a palástolás úgy látszik, mintha rohadtul unnám az egészet, de nem csak be vagyok tojva, és próbálom annyira magam lenyugtatni, hogy ez így jön át a fejemen. És íme a könyv, vagy a használati útmutató, ami jár hozzá, egy szépen leírja azt, hogy miért is jó a szélenergia, nagyjából, hogy hogyan működik a... És itt még nem vágtam be bírólokat róla. Ez a szélturbina, már a valóságban. Hogy mennyire kevés százalékban használjuk a szélenergiát, pedig mennyire egyszerűbb lenne azt használni. Itt vannak a növényi elemek, és írják le, hogy sugarcane-ből van. Tök jó. Tök jó. Az lenne tök jó, hogy egy kicsit méter az átmérője a lapátoknak. Élveznéd is, amit csinálsz. Nagyobb, mint a Big Ben Tower. És egy lapátnak a hosszúsága ez akkora, mint egy normális busz. Ez nem kevés. Az nem. 13 méter. Aztán beírja, hogy miért ne nyeld le az alkatrészeket, oké? Így van, az elemeket. Na és itt kezdődik a set.
tényleg egyébként ezt tudtátok, hogy a szélturbináknak van egy elméleti működési hatékonyság. Itt nagyon belementem a részletekre, ennyire azért nem szoktam mostanában belemenni az ilyen technical termsekben. Amit úgy nevezünk, hogy batch limit. Ezt majd leteszem batch a limit leírásban, hogyha valakit érdekel, hogy mi az a batch limit, ott meg tudja találni. Nagyjából arról szól, hogy miért nem tudnak 100%-osan működni ezek a szélerőművek, csak maximum 59,3%-ig tudnak működni. A Wikipédián aztán nagyon utána néztem a dolgoknak, be kellett magolni ezeket a számokat. Ezeket mostanában is megpróbálom belerakni, de hát ez 28 agyára szokott sikerülni, hogy így elbírjam mondani, főleg ilyen számokat, egyszerűen képtelen vagyok megjegyezni. De szépen leírják, hogy ez a beszélés. Azért is volt egy vágás. Nem valósulhat meg 100%-osan az energiakérés, úgymond. Most már építs. Na jó van, szerintem kezdjünk bele. Mivel hogy ez baromi sokáig tart így összerakni, ezért ez... És az is milyen durva, hogy akkor ez a 800 pár darabos készlet ilyen nagyon-nagyon gigászinak tűnt. Ugye, ahogy az előbb is mondtam a videó elején nektek, hogy kb. 20 évvel ezelőtt nem építettem, és annak idején nem is voltak ilyen nagy készletek, úgyhogy ekkor 4 évvel ezelőtt ez a 800 pár darabos készlet tényleg gigászinak számított. Most meg gondoljatok bele, ilyen titanikok vannak, meg ilyenek ilyen 10 000 darabos készletek, meg amilyen pletykák érkeztek arról, hogy milyen készletek fognak jönni jövőre, ott is. What? 4 évvel ezelőtt még egy 800 darabos készlet is nagynak minős. Erre nem videót fogok pazarolni, hanem csinálok egy timelapse belőle. Találkozunk a timelapse végén. Kezdjük el? Kezdjük el? Még egy reklám. Telepakolt a Zoli reklám. With artificial intelligence, vagy a YouTube. Groundbreaking transparent. Ó, és ez a zene is nagyon sűrűn föltűnt már. És az is észrevehető lehet, hogy itt a kamerát ide raktam így magam mellé. Ez csak a legelső bemutatóban van, egyből utána abba is hagytam. Egyszerűen nem férek el, nem is értem, hogy hogy csinálják azok a... Nyilván értem, hogy hogy csinálják azok az emberek, akik fölülről, vagy így a másik oldalról kameráznak. Nyilván azoknak van egy nagy állványuk, amit fölülről be tudnak lógatni, vagy így oldalról egy kicsit. Nekem ugye nincsen helyem rá, mert itt ez a fal, és nem bírtam oda semmit se odarakni, ezáltal csak úgy tudom megoldani, hogyha onnan lógatom be egy kicsit így fölre, és így pont... fejjel lefele van, de nekem ez muszáj, egyszerűen nem fértem itt el, és emlékszem rá, hogy itt a legelső felvétel is annyira kényelmetlen volt, hogy muszáj volt már a másik adásban, vagy a második adásban is cserélnem a másik oldalra, hiszen no. Na, nagyon kényelmetlen volt, de szerintem azért így is egészen jól néznek ki a videók, hogy a másik oldalról van fölvéve. A jó kis drive-drive zene. Vajon itt is voltak már információs panelek, vagy nem? Most ezt ennél sokkal gyorsabban csinálnám. Megpróbálom a leghosszabb építést is maximum másfél percbe belesűríteni. Egy idő után azért unalmassá válik. És itt látszódott, hogy még a kamera szögét is állítgattam. Hát ez nagyon, nagyon necces. Viszont az asztal még nagyon szépen nézett ki. Ó, itt is vannak ám információk. Csak így, mondjuk azt a betűstílust azért ezt nem kellett volna, nem voltak benne magyar hosszú ékezetek, ezért egy randommal javítottak ki. Igényesség level 10 000. De ahogy látom, így akkor teljesen így kihomályosítottam annak idején ezt a képernyőt, és úgy jöttek be az extra információk. Szerintem ez a mostani verzió egy kicsit sokkal jobb, mint ez, mert így legalább mind a kettőt tudjátok élvezni. Van, aki megállítja a videót, és akkor elolvassa normálisan, és akkor nincsen kitakarva semmi, vagy aki gyorsan olvas, az simán végig tudja olvasni. Ez nem a legjobb megoldás volt, de nyilván a legelső videó volt ez. Pa-pa-pa-ra-pam. Egy kis fun fact most eszembe jutott. Egyébként ezt a részt pontosan azért vágtam erre a részre, mert azokat a szürke csempéket itt fölül, ezeket a szürke csempéket rosszul raktam be, úgyhogy ki kellett szedni és újra rakni az egészet, úgyhogy ezt megpróbáltam egy ilyen szép balladai homállyal elfedni, hogy ne lássátok, hogy újra kellett az egészet csinálni. Ez az elmény mindig jó. Néhányszor szoktam is használni. Ez a szélturbina mindig jól néz ki. Esetleg a komment szekcióban írjátok már, hogy kinek van meg ez a készlet. Hát úgy kinek van meg, hogy egyben van még kiállítva.
Ó, és itt még látom, az idő sincs beleírva, hogy meddig tartott a timelapse. Ez is egy kicsit változott. De a struktúra ugyanaz. A kezdetek óta. Kitaláltam, és én rögzítettem magam ehhez. Ó, belóg a laptop, és ez komoly. Belóg a laptop. Mit keresett a laptop az asztalon? Miért nem a monitort? Ezt nem tudom. De egyébként még most is pontosan ugyanaz a laptopon van, amit már nagyon ki kéne cserélni, mert már... kegyetlen nehéz vele vágni. És itt átraktam a másik oldalra. Szerintem itt esetlen nekem a 20 filléres, hogy hátrakom a másik oldalra, sokkal könnyebb dolgom van, mert elfélek. Látjátok, hogy itt van ez a kis oldal asztal rész, emiatt nem férek el normálisan attól a kamerától, vagy hogyha ide raknám magam elé, akkor meg így be kéne görnyedni és úgy építeni, hát no, 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 no. De ez az ultimate megoldás, ez a szembe a kamera. De itt meg tényleg folyamatosan állítottam a kamelaszögét. Kamelat. És még az egér is ugyanaz. Mindjárt kész van. Ó, még jön egy. Ez a második Westerns Wintermind set. Az első 2008-ban került az üzletek polcaira. Ahogy az előbb is mondtam nektek, hogy ez egy újra kiadás. Ó, kipróbáltam, hogy működik-e. Tetszik. Hú, mondjuk ez a fade out, ez... Hú, ez a fade out, ez nagyon gáz. Tetszik. Na, itt még jobban látjátok a háttérben. Ott van Harry. És Hedwig. Egy kép, meg egy Becker. Szép, meg kell mondjam, de hatalmas. Bele se fér a képbe. Majd csinálok róla a közeliket, majd meglátjátok, hogy milyen. Ú, itt rá van küldve a képstabilizáció. A Premiere-be rányomtam, látszódik, így rezeg a háttér, de itt a, amiről van szó, az legalább nem teljesen rezeg. Jól működik. Működik a... Akkor rájöttem, hogy így handheldbe ezzel a kamerával nem igazán érdemes dolgozni, hanem mindig állványon kell, hogy legyen, és akkor itt sokkal smoothabb a felvétel. A mechanizmus is. Ez a szokás legónyekergés. Sőt, még ott a háttérben ott van az a kép, ami sokáig ott volt. Az a kép már nincs otthon egyébként, vagy nincs itt, mert hazavittük még. Most, amikor voltunk otthon májusban. Ez most már otthon van. Félrakva a falra. Hát viszonylag hangos, de ez van. Tök jól látszanak, hogy világít. Tényleg, ez a készített baromi jó. Egyértelműen ezzel a régi kinézetével, ezzel a kis házikóval, meg az a mögé épített kis dombbal furra visszahozza nekem az ilyen 90-es évekbeli hatást. Akkor voltak ilyen stílusú, ilyen random házak összeépítve, csak ugye meg van extrázva ezzel a... Szerintem jó kinyitóbb, szerintem nem tetszik. De tényleg jó. A könyvet olvasgatva találtam pár információt még a szélturbinákról, hogy hogyan alakítja át a szélenergiát elektromos árammal. Aztán itt van ez az oldal, ez például tök jó leírja, de ezt már is miért és hogyan szeretnék megváltoztatni a normális LEGO elemeket, hogy legyenek benne minél több növényből és újra használjuk. Ezt most valami miért mondom el még egyszer? Nem tudtam, hogy mit mondjak így a végére? Furcsa, de egyébként a videó elég sem. És itt a elemből készült gyakorlatilag ugyanez. Dolgok. Szóval remélem tetszett ez a videó nektek. Írjátok le kommentben nyugodtan, hogy mit szóltok ehhez a szethez, mi a véleményetek róla, szerintetek... Remeg a hangom, hallom, lehet, hogy aki nem ismer engem, az nem tűnik nektek fel, de én, ahogy így magamat elég jól ismer, hogy rendesen remeg a hangom beszéd közben, úgyhogy voltam tolva. Mennyire végzett jó munkát a LEGO vele, mennyire nem végzett jó munkát vele a LEGO. A jövő héten találkozunk. És a vége? Szerintem legelső videónak nem volt ez annyira rossz. Nyilván, ahogy az előbb is elmondtam nektek, hogy mik voltak a hibák benne, de hát ez a legelső videó szerintem mindenkinek béna. Az én esetemben se volt ez másként. Szerintem azért némi fejlődés érezhető rajta, legalábbis a beszédstílusom azért sokat fejlődött, meg tényleg az, hogy nem fosok a kamera előtt már annyira, mint annak idén. Az előbb is mondtam nektek, rendesen remegett a hangom, főleg így a végén. Az, hogy most kétszer miért mondtam el ugyanazt a dolgot a füzetben, azt így nem tudnám megmondani.
a tudtad-e fázis már akkor is föltűnt, nyilván elég bénán nézett ki, de az egész struktúrája videónak hát gyakorlatilag ugyanaz a kezdetek óta, mint már akkor volt. Ez sokatoknak lett furcsa is, hogy nem fejlődök sehova, hogy mindig ugyanazt a struktúrát alkalmazom. Én ezzel próbálok egy kicsit kitűnni a többi LEGO építés közül, mert nem akarok másokat másolni, nem akarom, hogy esetleg azzal vádoljanak, hogy másoktól lopom az ötleteket. Sehol nem láttok ilyen struktúrájú videókat, ami nem biztos, hogy jó megoldás, mert sok embert látom így a megtekintéseknél, pontosan látom, hogy sok ember áttekeri ezt az építőszakaszt. Én ezzel egy kicsit magamat kiemelem, egy kicsit másmilyen megközelítésből hozom össze ezeket az építéseket, úgyhogy én ezért is rakom bele ezt az építési szakaszt. Van egy ilyen kis zenés szegmens, azért is van telerakva mindenféle tudtad-e résszel, hogy minél több embert fogjon ott a dolog, de utána a végén azért sokkal több hát beauty shot szokott már elkészülni, mint annak idején. Úgyhogy ja, hát ennyi. Ez a legelső videóm, és azóta már több mint 1000 videó került fel a csatornára. Remélem, a következő 1000 videóban is itt lesztek velem. Ha tetszett ez az adás, akkor az adás, akkor a lájkokat ne felejtsétek el. Ha esetleg még nem vagytok feliratkozva, akkor tudjátok, hogy mi a teendő. Mi pedig találkozunk a következő 1000 adásban. Szevasztok! Yeah!